Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az ICOMOS Népépítészeti Szakbizottsága nevében sok szeretettel üdvözlöm a 22. Békési Népépítészeti Tanácskozás résztvevőit. Kevés számban itt a helyszínen, de bízom benne, hogy a világhálón számosan követnek minket. Itt helyben Békésen sok szeretettel üdvözlöm Kálmán Tibor polgármester urat, a vendéglátó Békésváros polgármesterét, dr. Nagy Gergelyt, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnökét. Több mint 4 évtizede, 1977 óta gyűlünk itt össze Békésen a népi építészettel foglalkozó szakemberek, barátok, ismerősök osztják meg tapasztalatait, és ez évben sem terveztük másképp ezt az alkalmat. Évelején a Lelkes Népépítészeti Szakbizottság tagjai kialakították a programot, azt a 3 napos programot, amit hagyományosan mindig eltöltünk itt Békésen, előadásokkal, szakmai kirándulásokkal, alkalom ez a tapasztalatcserére, az ismerkedésre, a büszkélkedésre, eredményeinkkel, illetve problémáinknak a megosztására. Sajnos a 2020-as év az nagy kihívások elé állított mindannyiunkat. Mind a magánéletben, mind hétköznapjainkban, de ünnepeinken és így rendezvényeink terén is át kellett gondolni a felelős magatartást. Nem tettük mi sem ezt másképp. Folyamatosan alakultak a forgatókönyvek a Békési Népépítészet tanácskozás megvalósulásáról. A korábban meghirdetett 3 napos programunkat felelősségteljesen nem tudjuk most lebonyolítani. Így amellett döntöttünk, az ICOMOS vezetősége döntésehez, hogy a nagymúltú rendezményre való tekintettel mégis egy páran itt Békésen, de legtöbben a világhálón együtt lehessünk ezen a mai napon. Ezúton is köszönet előadóinknak, akik felkészültek és elkészítették digitális előadásukat, amit közzéteszünk az interneten. Mindannyiunk számára kihívás ez. Nem vagyunk igazán ebbe gyakorlottak, de ma egy olyan izgalmas nap elé nézünk, ahol itt az online közvetítés, illetve az előre felvett előadások váltakozása talán egy értékes szakmai napot alkot, és mód van arra is, hogy a párbeszéd megszülessen. Ezért mindenkit kérek arra, hogy aki tekinti az online felületen ezt az előadónapot, kommentjeivel segítse, véleményével támogassa, kérdéseivel biztasson minket a válaszok megadására, és így talán a kommunikáció minimális mértéke megszülethet. Itt látszik előttem a technika, folyamatosan figyelni fogjuk azokat a kérdéseket, köszöntőket, amivel a becsatlakozások megtörténnek, és igyekszünk mindenre reagálni a mai nap folyamán. A 22. Békési Népépítészeti Tanácskozás a Porták továbbélése címen került meghirdetésre. Két nagy blokkot tervezünk a mai napra. A délelőtti program az főképp a népépítészeti szakemberek számára olyan izgalmas és most futó népépítészeti programnak a kérdésköre csoportosul. Figyelemmel várjuk azokat az előadásokat, amik mindezt bemutatják, hogy a portáknak a továbbélését azt hogy segíti ez a program, milyen megvalósulási lehetőségek vannak. A délutáni kis és szakmaiabb nap dr. Pál István adta a frappáns alcímet műemléképületekkel kapcsolatban, hogy melléképületekről nem mellékesen, e köré szerveztük a délutáni előadásokat. Mindenkit biztatok arra, hogy vegyen részt virtuálisan, ha már másképp nem lehet ezen az előadás folyamon. Segítsen minket a megjegyzéseivel, és így
véleményem szerint egy igen eredményes szakmai napot tudhatunk magunkénak. Szeretném felkérni vendéglátónkat, Békésváros polgármesterét, hogy tartsa meg a köszöntőjét. Felálljak, leüljek. Mikrofon. Jó napot kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntök minden érdeklődőt így a világhálón keresztül, és köszöntöm Önöket azért itt Békésen, ha csak így virtuálisan is, hisz 77 óta azért remélem már nagyon sokan megfordultak itt nálunk, és megismerkedtek akár csak a kis településünkkel, vagy itt a környező települések szépségeivel. Nagyon sokszor mondtuk már ezt ebben az évben, hogy egy különleges évben vagyunk, különleges helyzetben, ez úgy gondolom, hogy megint egy különleges helyzet, és igyekszünk megtartani a távolságot, és igyekszünk odafigyelni egymás egészségére, de azért az életnek haladnia kell tovább, és ez a különleges helyzet megtanít bennünket arra is, hogy hogyan tudunk más formában, más platformokon egymással érintkezni, találkozni, és ez a YouTube csatorna, én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó ötlet. Látva a programot pedig végképp azt mondom, hogy hiba lett volna teljesen elhalasztani ezt a mai tanácskozást. És nagyon hálás vagyok azért, hogy, és itt elnök úrhoz is fordulok, meg a szervezőkhöz, mindenkihez, hogy itt vannak nálunk Békésen, és innen van ez az élő közvetítés, mert bármilyen irodából bárhonnan meg lehetett volna ezt tartani. De ez számomra nagy megtiszteltetés, hogy van egy olyan kötődés a népépítészeti találkozónak, ami ide húzza a mindenkit, ide húzza szíve hozzánk, és remélem, hogy azért ebben az évben is olyan tapasztalatok és olyan előadások hangzanak el, amelyekből mindenki tanulni tud egy kicsit, meg valami újat tud hallani. Én nagyon jó munkát kívánok ehhez. Kérem, jelezzenek vissza, ahogy elhangzott, lehet interaktívvá tenni ezt a mai napot, és nagyon jó egészséget kívánok mindenkinek, és bízom benne, hogy a következő népépítészeti találkozón már újra együtt fogunk akár a tájházban este vacsorázni, megkóstolni a békési szilvapálinkát, de akár itt személyesen is tudunk majd mindenféle jó ötleteket cserélni. Jó munkát kívánok mindenkinek, köszönöm szépen! Köszönjük szépen, mint ahogy eddig is, mindig kihasználtuk Békés vendégszeretetét. Terveink szerint ez a jövőben sem lesz másképp. Minket láthatja a polgármester úr, hogy semmi nem állít meg abban, hogy itt Békésen összegyűjjön a csapat. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy elfogadta felkérésünket, és köszönti Füleki Zsolt, építészeti és építésügyi helyettes államtitkár úr a tanácskozást, a tanácskozás résztvevőit. Kérem, hogy köszöntő beszédét hallgassuk meg együtt. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a 22. népi építészeti tanácskozás résztvevőit. Ezen a rendhagyó formában, amikor is videokonferencián keresztül tudunk értekezni, tudunk egymás tapasztalatait kicserélni. Nagyon fontosnak tartom, hogy épített és tájékörnyezetünk örökségének, védelmének minden szegmense megfelelő hangsúlyt kapjon és figyelmet kapjon. Ezért nagyon fontos ennek a rendhagyó találkozásnak és a népépítészeti konferenciának a folyamatossága. Fontosnak tartom azt is, hogy azok az eredmények, amelyeket elértünk akár közösen, akár a múltban elődeink, azokat folytassuk, és azokról tudjunk értekezni, amely próbálkozások és kutatások, illetve a helyszínen elért felmérések alapján, az eredmények, kimutatások alapján új ösztönzőket, új támogatási formákat tudunk kitalálni.
Azért is fontos megállni évről évre, a népi építészeti értékeink fölött elmélkedni és tanácskozni, mert ahogy elindult a népi építészeti program, amelyről még fognak a szakavatottak beszélni kollégáim, nagyon-nagyon jó visszajelzéssel és eredményekről beszámolva tudunk értekezni. Számos olyan épület tudott megújulni, amely amúgy akár az enyészeté lett volna, vagy a nem szakavatott beavatkozásnak az áldozata. Azért fontos ez a tanácskozás, mert így akár a laikusokhoz is eljuthat az a tudás, az az ismeretanyag, és az az ösztönző, lelkesítő ismeret, amely által a saját ingatlanaiknak is jó gazdái tudnak lenni. Számunkra az is fontos, mert a népi építészeti örökség, a műemlékek köre az jóval nagyobb, mint a népi építészetnek a emlékei. Az országos védettségen túl valamelyek a helyi közösség által védett, helyi védett műemlékek, de mindegyiknek jó gazdája az a fontos gazda tekintete, amely által saját gazdájukként felújítják, utána mennek a lehetőségeknek, és szakavatott segítséggel tényleg példás módon tudják gazdagítani mind településeink, mind egész országunknak a képét. Ezek a gyöngyszemek, amelyek a népi építészet elemei, ezek nem csak örökségvédelmi szempontból fontosak számunkra, hanem identitásunk megőrzése részéről is, mivel teljesen elszórva találjuk őket az országba tájegységektől függetlenül, és méretükből fakadóan is ezek megfoghatóak, akár egy család szervezésében is, kisebb közösség szervezésében is könnyebben felújíthatóak. A bekerülési költségek tekintetében is ez egy olyan lépték, amelyre nagyon jó program, a népépítészeti program is nagyon jó választ tudott adni, lehetőséget azok számára, akik ilyen tulajdonolnak, vagy ilyet szeretnének felújítani. Fontosnak tartom azt is kihangsúlyozni, hogy az elért eredmények minél szélesebb körben elterjedjenek, hiszen ez a további felújításra váró ingatlanok tulajdonosait is talán arra ösztönzi, hogy érdemes belevágni. Van hozzá program, van hozzá szaktudás, vannak elkötelezett műemlékes kollégák, akik szakmai tanácsaikkal, illetve nem kevésbé a mostani tanácskozás eredményeivel is azt próbálják szolgálni, hogy akinek ilyen van a tulajdonában, ilyen fölött rendelkezik, azok bátran merjenek belevágni a felújításba, ezeknek az értékeknek a védelmébe. Ezzel a gondolatsorral szeretnék így most rendhagyó módon csak videó üzeneten keresztül a tanácskozás résztvevőihez és mindazokhoz tartalmas együttlétet kívánni, akik később esetleg csak videón keresztül elektronikus módon tudják követni a konferenciát. Köszönöm szépen! Köszönjük helyettes államtitkár úr üzeneteit, köszöntését, és szeretném felkérni dr. Nagy Gergely elnök urat, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület elnökét, hogy köszöntse a konferenciánkat. A nézőinket, kollégáinkat az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság nevében. Ez a 22. ez azt jelenti, hogy 21 előttünk van, vagyis már nagyon-nagyon komoly hagyománnyal rendelkezünk. Békési az azt jelenti, hogy népi építészeti konferencia. A népi azt jelenti, hogy az Békésen van. Tehát teljesen egyértelmű volt, hogy a 22-et is meg kell, hogy rendezzük, és Békésen kell, hogy megrendezzük, mert hagyományaink ezt kívánják. Tanácskozásról van szó,
Ez a címe a konferenciának, és ez most a nehéz körülmények között lehetőséget is teremt számunkra. A tanácskozás eddig azt jelentette, hogy az itt összegyűlt 80-100 ember megvitatott egy témát, majd a kiadványban közkincsé tettük azokat a gondolatokat, amik békésen elhangzottak. Most annyiban változott a helyzet, hogy ez mind lehetőségünkre áll, de ugyanakkor a YouTube csatorna lehetőségével talán ez a tanácskozás elnyúlik, nem csak közvetlen hozzászólási lehetőség van, hanem évekkel később is ezek a gondolatok mindenki számára hozzáférhetővé válnak, illetve maradnak. A porták továbbélése a fő gondolata ennek az idei konferenciának. Azt tudjuk, hogy a népi építészet az valami egész különleges kategóriát, szemléletet képvisel a műemlékvédelem területén is, ugyanis nem korokhoz köthető, mint egy barokkor vagy egy reneszánsz historizmus építészeti világ, hanem a népi építészet korokon túl élő és egy adott társadalomhoz, környezethez, gazdasági környezethez illeszkedő világ volt. Elnézést kérünk a technikai problémáért, de mi is kezdők vagyunk. Tehát visszatérve arra, hogy a népi építészet az egy korokon átívelő, egy törzsfejlődésen átesett építészeti kultúrát képvisel, ami egy gazdasághoz, egy közösséghez, egy kultúrához, természeti környezethez kötődik. Ez gyökeresen megváltozott viszont az elmúlt 100 évben, de az teljesen egyértelmű, hogy ez olyan értéket, kincset képvisel, amit meg kell tanulnunk, értelmezni és tovább éltetni a mai kultúránknak és a jövő világának a számára. Úgy érezzük, hogy a porták továbbélése ez különösen fontos ebből a szempontból, mert mindig a népi építészetnél a lakóépületekre gondolunk elsősorban, hogy ezek hogy alkotnak, hogy vesznek részt a faluképben, hogy jelennek meg a megváltozott faluképben a régi formák, milyen üzenetük van az új építészet számára a régi építészeti formáknak, de nem gondolkodunk arra, vagy ritkábban a teljes település szerkezetben is gondolkozunk, de hogy a település szerkezet ezeknek a portáknak az összessége. Nagyon sok kérdést fölvet a népi építészetnek a lehetősége. Nyilván mindent nem lehet megmenteni, de nagyon sok mindent újra lehet értelmezni, az értékeket pedig újra lehet megfogalmazni. Ezért vagyunk most itt, hogy most a portákról beszéljünk, és példákkal is szolgáljunk. A példák azt is jelentik, hogy szeretnénk a konferencián kihasználni azt a lehetőséget, hogy sokakhoz szólunk, és a népi építészetben rejlő lehetőségeket szeretnénk közkincsé tenni. 2016-ban ezért alapítottunk egy elismerést, egy díjat, a Múltját Őrző Ház díjat alapítottuk meg, hogy bemutassuk és közkincsé tegyük azokat a példákat, amiket példamutatónak látunk. Értékes épület. 2020-ban is kiadtuk ezt a díjat, de sajnos átadni nem tudjuk. Ez évben az ICOMOS díjakat sem tudtuk átadni a vírus miatt. Úgy tervezzük, hogy egy alkalmas pillanatban, egy megfelelő környezetben személyesen szeretnénk átadni az elmúlt díjakat is, a 2020-as díjakat és a idei Múltját Őrző Ház díjat is majd személyesen szeretnénk egy későbbi időpontban átadni. Megkérném Antal Annát, a ICOMOS Népi Építészeti Szakbizottságának az elnökét, hogy ismertesse az idei díjazott helyszínt. Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület Népépítészeti Szakbizottsága által alapított Múltját Őrző Ház díjat 2020-ban a Vejti Petőfi Sándor utca 5 szám alatti egykori
Punakportának ítélte. Vejti Baranya megye délnyugati szögletében, az Ormánságban fekvő település, annak is legdélebbi falvai közé tartozik, központja alig 1 kilométerre fekszik a Dráva folyótól, amely természetes határt képez Magyarország és Horvátország között. Az egyutcás ormánsági falu református templomának szomszédságában található az országos műemléki védelem alatt álló módos gazdaporta. Az épület együttes építésének történetét a 19. század közepétől követhetjük. Ekkor a telken már állt különleges kétszintes magtára, az akkori lakóházat azonban elbontották, az újat, a homlokzatán látható vakolatdísz, valamint bejáratának bérletén olvasható évszám szerint 1868-ban emelték. A tehetős gazdaságot mutatja hatalmas istálós pajta is. A porta Vejti egyik legtehetősebb családjának birtokában volt, épületeire már az 1960-as évek falukutatásában is felfigyeltek. A település kutatója András Favi Bertalan volt, aki 1964-ben örökítette meg a lakóházat. A porta építményei szinte változatlan formában maradtak fel napjainkig, amelyeknek teljes helyreállítását határozta el tulajdonosa. Szemlélete, amely szerint nem csak a lakóépület életvitelhez szükséges beavatkozásokat végzi el a főépületen, hanem a gazdasági épületeket is felújítja példaértékű. Ez a felújítás 2017-ben vált intenzívvé, akkor indult meg az a program, aminek az eredménye példaértékű. Nem tudta még akkor a tulajdonos, hogy milyen hatalmas feladatra vállalkozott. Az a kétszintes magtárépület, ami a legidősebb ezen a portán, a 19. század közepén már biztosan állt, a kataszteri térképeken ezt jelölték, annak hátsó része sajnos a felújítás időpontjára már megrogyott, és a jobb oldali képen láthatjuk azt, hogy nagyon szükséges volt az életveszély elhárítása, ez a nemzeti kulturális alap segítségével valósulhatott meg. Az életveszély elhárítás viszont még a használhatóságot nem tette lehetővé, ezért a felújítása folytatódott ennek az épületnek. A népi építészeti program nyújtott segítséget abban, hogy az épületnek a szerkezet megerősítése megtörténhessen, hagyományos technológiákat alkalmazva a homlokzatai az eredeti formát mutathassák, párkány maradványait megőrizve az épület megújulhasson. Ennek eredményét láthatjuk ezen a fényképfelvételen. A kétszintes gazdasági épület hasznosítása ma még gyerekcipőben jár. Az alsó szinten a hatalmas gyűjteménnyel rendelkező tulajdonos az öntött vaskályháit helyezte el, annak néhány példánya már elfoglalta a helyét. A felső szinten viszont szálláshelyként is alkalmas teret alakított ki. Még nagyobb kihívás volt a hatalmas ormánsági istálós pajtának a helyreállítása. Méretében ez is különleges, hiszen 3 hatalmas nagy pajtakapu volt egykor az épületen. A baloldali részen látható, hogy egyik kapuját már korábban kiemelték, és a helyét befalaszták. Az istálónak a béletében, ajtóbéletében az 1890-es évszám datálja ezt az épületet.
Nem tudtak megkezdődni időben a felújítások, ezért az épületnek a helyreállítására minden erőt bevetettek. Itt éppen a képen az látható, amikor a helybeli mesteremberek, azok próbálják traktorral visszaállítani a kidőlő falszakaszt, hogy a teljes porta, az ennek a portának a különleges építménye ne váljon az enyészeté. Nagy összefogással tudott megvalósulni, hogy a felújítás megkezdését ez statikailag is kibírja az épület. A szerkezet megerősítéseket követően természetesen itt is a tető volt a kardinális kérdés, ami megóvhatta a felújított falazatokat. Itt is kiemelném a hagyományos anyaghasználatot, ami végigkísérte a felújítást, aminek az eredménye az részleteiben is megmutatkozik. A párkányoknak a gondos továbbvitele, a födémeknek a sártapasztása, az mind-mind elkészült mára. A gazdaságépületnek a hasznosítása az a továbbiakban szintén a tulajdonos gazdag gyűjteményét fogja befogadni. Jelenleg még a gyűjteménynek csak egy része volt ott elhelyezhető biztonságosan. Az eredmény az véleményem szerint lélegzett elállító. A 22. Békési Népi Építészeti Tanácskozásunknak a Porták továbbélése címet adtuk. Pál István adta azt a frappáns alcímet, hogy melléképületekről nem mellékesen. Itt Vejtiben ez mind megvalósulhatott, hiszen a melléképületek voltak az elsők, amelyeket a tulajdonos a teljes pusztulástól meg tudott menteni. Utána következett a kerítés kialakítása, ehhez András Falvi Bertalan 1964-es felvétele volt az egyetlen támpont. Ennek alapján tervezték meg az épület helyreállító építészei, és felépülhetett ugyanaz a téglalábazatos, téglaoszlopos kerítés, ami valaha határolta ezt a portát. Mindezek után indult meg az a gondos helyreállítás, ami a lakóház felé fordult. Annak gazdag vakolatdíszei, hál' Istennek, napjainkra többségében megmaradtak. Ezek a vakolatdíszek kis pótlásokkal felújításra kerültek. A lakóépület vízmentesítése, szigetelése mind-mind a program keretén belül valósult meg. Időnként a lakóépületben műtárgyraktárak kaptak helyet, hiszen a gazdag gyűjtemény a felújítás során helységről helységre vándorolva maradt fenn a helyreállítás végéig. Az épületnek a tulajdonosa nagy figyelmet fordít arra, hogy a berendezés is korabeli legyen, bár a 21. század igényeket kielégíti a lakóépület a lakószobákban 20. század elejei berendezéseket látunk, ezt használják életvitelszerűen. És végezetül, de nem utolsó sorban, egy fontos épület, a Góri, ami már az ormánsági portákról majd mindenhol eltűnőben van, ennek a megújítása is megtörtént. A Góri alatt lévő olsorok megkaphatták az elpusztult nyilászáróiknak az újragyártásával és eredeti vasalataiknak a megtartásával eredeti képét, a góri faszerkezete helyreállításra, megerősítésre került, az jelenleg rekreációs célokat szolgál. A porta így tudott teljessé válni.
gazdasági épületei, lakóépülete mára mind-mind megújult, és példa nem csak a Vejtiben élőknek, hanem úgy gondoljuk, hogy a tágabb környezet is erőt tud meríteni ebből a helyreállítási keréből. Gratulálunk ehhez a felújításhoz, helyreállításhoz. Kívánjuk, hogy az ott lakók azok mindennapjaikban tovább is tudják élvezni. Az elismerés az szól a tulajdonosnak, tervezőnek, kutatónak, szakértőknek, műszaki ellenőröknek, helybélieknek, kivitelezőknek. Gratulálunk ezek szerint dr. Hánzs Éva tulajdonosnak, Szafener Józsefnek és Balogh Farkas Csabának, akik végigkísérték terveikkel, részletterveikkel folyamatosan segítették a megvalósítást, Bakó Tibornak, aki a faszerkezeteket vizsgálta és megtartásukra mindig javaslatot adott, Balogh Farkas Csabának, aki a kezdetektől heti rendszerességgel segítette az épületnek a helyreállítását, hogy ez megfelelő minőségben, megfelelő színvonalon tudjon elkészülni. A lelkes helybélieknek, akik egyre többen vannak, a tulajdonos most név szerint csak párat említett meg, úgyhogy én is ezt teszem, Szabó Lajos és barátai, Döfi, Vizsla, Kis Döfi és Pólya, és a kivitelező gárdának, akik elfogadták azokat a kihívásokat, amikkel egy ilyen régi épülethez hozzá kell állni, Lukács László és Major István, Nagy Sándor és Dombai József kőművesek, Rencsevics Árpád festő. Ezután szívből gratulálunk az elismeréshez, és reményeink szerint lesz majd alkalom, amikor személyesen is találkozhatunk ezzel a csapattal, és átadhatjuk a díjat. Köszönöm szépen a díj bemutatását. Ez az ICOMOS-nak a céljának teljesen megfelel ez a program, ugyanis szeretnénk nem csak a szakmának egy konzultációs konferencia lehetőséget biztosítani, hanem kifelé szeretnénk közvetíteni azokat a követelményeket, elveket, szemléletet szeretnénk formálni, hogy ezek az értékeink megmaradjanak. A műemlékvédők önmagukban nem tudnak értéket menteni, hogyha a tulajdonosok, a közösségek nem tudnak partnerré lenni. Ez a talán ijesztő ez a bemutatás, hogy itt kutatóra, tervezőre van szükség egy ilyen értékű épület helyreállításánál, meg a kivitelezésnél is különleges szempontok vannak, de sajnos olyan világban élünk, hogy mindent újra kell tanulnunk. Mindenen túllép a világ, de hogyha megtanuljuk az érték fölismerését, és eljutunk oda, hogy nem csak a védett és jogilag védetté nyilvánított értékek tudnak értékek lenni, hanem minden érték, amit egy közösség értéknek tart, akkor úgy érezzük, hogy eljutottunk egy ideális állapothoz. Az ehhez vezető úton most egy nagy lehetőség előtt áll az egész ország, és minden békési népi építészeti tanácskozáson át is szoktuk tekinteni a meghirdetett népi építészeti program eredményét. Ezt nem azért veszük napirendre, hogy ezt elemezzük és kiértékeljük, hanem azért, hogy népszerűsítsük, mert úgy érezzük, hogy ebben a programban megvan az a szakmaiság, és megvan az a pénzügyi lehetőség, hogyha a tulajdonosok és a program képviselői egymásra találnak és megtalálják a közös hangot és azt a szakmaiságot, amit a program megkövetel, ezt a megvalósítással el is lehet érni, akkor egy nagyon nagy lépés van afelé, hogy a környezetkultúránk ne felejtse el teljesen azt a múltat, amire tulajdonképpen építkeznünk kellene.
Ezért vállaltuk idén is, hogy konferenciánknak a első témakörében áttekintenénk a népi építészeti programnak a helyzetét és az állását, és ezért fölkértük a programért felelős irányítókat, hogy mutassák be az eddigi eredményeket, illetve a programot ismertessék. Szeretnénk azt is elérni ezzel, hogy minél többen kapcsolódjanak be a programba, és ha meglátják a lehetőséget, akkor talán a következő években a eddig is népszerű program, ha még népszerűbbé válik, akkor talán a források is még jobban meg tudnak erősödni, és ha egymásra talál a közösség, meg a indítatás és a késztetés is besegít hozzá, akkor egy szemléletformáló erővé is válhat a népi építészeti program. Ezért első előadónk ebben a ciklusban Földvári Gábor, miniszteri biztos, aki a népi építészeti programot mutatja be nekünk. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a 22. Békési Népi Építészeti Konferencia nézőit, mindazokat, akik figyelemmel kísérik ezt a szokatlan környezetben megtartott konferenciát, és a szokatlan környezet miatt kifejezetten és külön tisztelettel köszöntöm a szervezőket, akik hűségesen a konferencia hagyományaihoz úgy döntöttek, hogy ne ez az év legyen az, amikor megszakad ez a nagyszerű hagyomány, és extra erőfeszítéseket tesznek annak az érdekében, hogy tovább éljen ez a közösség, tovább éljen ez a szakmai konzultáció. Külön köszönet tehát Nagy Gergelynek és Dobosiné Antalannának, akik hűségesen tovább viszik a lángot. Szeretném elmondani, hogy 2 évvel ezelőtt, amikor Békésben találkoztunk, akkor az előadásomnak a végén kaptam egy kérdést, talán Nagy Gergelytől éppen, arról szólt, lesz-e még népi építészeti program a következő években. Nagy örömmel tájékoztatok mindenkit, hogy azóta is folytatódik a népi építészeti program, sőt, azóta összesen az elmúlt években több milliárd forint kormányzati támogatás jutott el a tulajdonosok, vagyonkezelők, használók birtokába, hogy az általuk féltve őrzött építészeti emlékeket ápolják, felmérjék, megőrizzék az utókornak. 2017-ben indult a program, mint bizonyára sokan tudják, akkor még az első évben 300 millió forint próbaüzemmel indult. Azóta összesen az elmúlt években közel 5 milliárd forintot költöttünk ezeknek az építészeti emlékeknek a megőrzésére. Ez egy visszanemtérítendő támogatás. Pusztuló értékekről van szó, ezért is döntött Magyarország kormánya úgy, hogy évente most már tavaly óta beépülő jelleggel az ország költségvetésében 1,5 milliárd forinttal támogatja a parasztházak, a paraszti kultúra, a paraszti életmód gazdálkodását, környezetét, építészeti emlékeit megőrző és azt jelző gazdasági épületek, lakóépületeknek a megőrzését. Szeretnénk ezzel nem csak hagyományt teremteni, hanem a hagyományt megtartani, és örülünk annak, hogy nem csak az igény növekszik, hanem reméljük, hogy ezeken keresztül, a felújításokon keresztül az igényesség a vidéki építészetnek és az épület megőrzésnek az igényessége is növekedni fog. 3-as célkitűzéssel dolgozik most már a népi építészeti program. Ez a 3, a megőrzés, felújítás, ezen keresztül juttatjuk el a legkomolyabb összegeket, 20 millió forint maximális támogatást a tulajdonosoknak, de az élet hozta azt az igényt, hogy lássuk, hogy azok a támogatást igénylők, akik a Teleki Alapítványhoz fordultak a népi építészeti emlékek megőrzése véget, sokszor abban az akadályba ütköztek, hogy nem volt tudomásuk arról, hogy az épületek, amit szeretnének felújítani, milyen értéket képviselnek, milyen megőrzendő építészeti elemek találhatók az épületben, az épület körül. Ezért külön támogatási igényt lehet most már beterjeszteni. Az előkészítendő dokumentumoknak a megrendelésére
és a harmadik lába pedig a támogatási programnak, az pedig egy külön tulajdonosi fenntartói csoportot célzott meg, azokat, akik nem csak a maguk, hanem a környezetük és a nagy közönség számára is felújítják, üzemeltetik, fenntartják, életben tartják a különleges népi épületeket, ezek pedig a tájház tulajdonosok. Legyenek magánszemélyek, legyenek önkormányzatok, legyenek gazdasági társaságok, sőt, bizonyos helyszíneken, bizonyos településeken állami tulajdonban lévő tájházakról beszélünk. Tehát három lábon áll most már a támogatói irány. Egyfelől lehet pályázni maximum 1,5 millió forintos összegre azért, hogy az előkészítő dokumentációk szakszerűen meglegyenek a tulajdonosnál, másfelől és akár egy ilyen előkészítő pályázatot követően pályázni lehet maximum 20 millió forintos támogatásra azért, hogy a tervekben, az értékfelmérést követően a tervekben előirányzott felújítási programot meg is tudják valósítani, és a harmadik pillér pedig kifejezetten azoknak az épületeknek a felújítására szolgál, ahol, ahogy mondtam, a szüke vagy tágabb közösség is profitál ennek az épületnek a működéséből, tehát a tájházakról van szó, amelyet egyébként évekkel ezelőtt egy kormányhatározat egy listában rögzített is. Szeretnénk, hogy ezek az épületek minél szakszerűbben újuljanak meg, és maradjanak meg az utókorra, ezért a következő években is egy stabil 1,5 milliárd forintos támogatási keretösszeget kértünk a kormánytól, és ezt igyekszünk biztosítani, pontosan azért, hogy aki például idén kapott támogatást a dokumentáció előkészítésére, bizton számíthasson a következő években egy újabb támogatási kiírásra. A benyújtott támogatásoknak, a támogatási igényeknek a száma az folyamatosan növekszik. Ez egy örömteli, de nagy feladat a bírálóbizottság számára. Azt gondolom, hogy ez egy édes teher, de kétségtelen, hogy nagy munkát igényel a tájházak, Magyarországi Tájházak Szövetségétől, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság részéről, a Magyar Művészeti Akadémia részéről, a Magyar Építőművészek Szövetségének a részéről, és a Budapesti Műszaki Egyetem építészettörténeti és műemléki tanszékének a részéről. Ők azok, akik egy-egy tagot delegálva ebbe a bíráló bizottságba, minden egyes támogatási ciklus lezárását követően részletesen áttekintik az igényeket, és igyekeznek a leginkább támogatása érdemes épületeket és tulajdonosokat a pályázati összeg elnyerésében biztosítani. Arra is igény jelentkezett, hogy viszonylag alacsony összegű, kisebb helyreállítási munkákra is nyújtsunk támogatást, ezért az alsó határt is lejjebb vittük, most már 1,5 millió forintos összegre is lehet csak pályázatot benyújtani, és szeretnénk, hogyha ezzel ugye nem arra ösztönöznénk a tulajdonosokat, hogy minél nagyobb támogatás igényt írjanak be a pályázatokba, hanem hogy minél reálisabb célkitűzést, adott esetben inkább több évre lebontva, de az adott évben vagy a következő évben megvalósítható szakmunkáknak a támogatását kérjék a programtól. Kiderült, hogy ebben a folyamatban kevés az, hogy az elején találkozik az igény és a támogató, és a végén az elszámolásnál találkozik az elszámoló, aki a szakmaiságot, a pénzügyi fegyelmet és az elkötelezettségét próbálja ugye a lezáráskor bemutatni. Ez kevés, hiszen ez egy sokkal szervesebb folyamat, és nagyon sok újdonság, nagyon sok váratlan kérdés merülhet föl a kezdőpont és a végpont között. Ezért került kidolgozásra egy úgynevezett mentori rendszer. Ez a mentori rendszer, ennek a lényege, hogy ne csak épületekben gondolkodjunk, hanem épület tulajdonosokban is gondolkodjunk.
hogy ne csak egy program kerüljön benyújtásra, hanem az időközben fölmerülő kérdések, problémák, dilemmák valakivel megbeszélésre kerülhessenek. Ezek a mentorok, akik minden régióban jelen vannak, elismert, több évtizedes tapasztalattal rendelkező építészek, néprajzosok, örökségvédelmi szakemberek, ők ott vannak a terepen, ott vannak a helyszínen, és biztatjuk őket is, meg a tulajdonosokat is, hogy keressék egymást, hogy vitassák meg a felmerülő nehézségeket, hogy a tulajdonosok ne csak pénzbeli támogatást, hanem tanácsot is kapjanak, hogy ha egy dilemmájuk van akár a kivitelező felé is, akkor legyen egy szakember, aki ebben az egyezkedésben támogatja őket, és melléjük áll. Ez egy nehéz folyamat, hiszen itt már nem csak az épületeket újítjuk meg, hanem azt a kapcsolatot is, amely a támogató és a tulajdonos között kialakul. Ez egy folyamatosan alakuló, nekünk magunknak is sok-sok tapasztalattal bíró program, egy rendszer, reméljük, hogy egyre jobban, egyre nagyobb segítséget nyújtva tudjuk ezekkel a mentorokkal együttműködésben ezt a segítséget a tulajdonosok felé nyújtani. És reméljük, hogy egyre gyakrabban élnek majd ezzel a segítségnyújtási lehetőséggel. És végül néhány számmal szeretném illusztrálni a programnak a fejlődését. Utoljára 18-ban találkoztunk, azóta, amint már említettem, 4,8 milliárd forint került ennek a programnak a számlájára, amit a Teleki László Alapítványon keresztül juttatunk el a tulajdonosok felé. Idén több mint 400 beérkezett kérelem vár most ebben a pillanatban is elbírálásra, feldolgozás alatt vannak ezek a kérelmek, és reméljük, hogy nem csak a tulajdonosok, hanem a nagyobb közösség, egy település, vagy akár a nemzet egész közössége minél hamarabb látni fogja az eredményét ennek a munkának. Növekszik mind a benyújtott támogatásnak a számszerűsége, ugyanakkor növekszik az önkormányzatoknak a készsége is, hogy részt vegyenek ebben a támogatási programban. Idén történt meg először, hogy mind a három pillér beüzemelése került, tehát történt kiírás előkészítő támogatása, történt kiírás megvalósítása, és az év közepén történt kiírás a tájházaknak a támogatására is. Ha rátekintenek egy pillanatra erre a kördiagramra, akkor az látszik, hogy a különböző védettségű ingatlanoknak az eloszlása nem nagyon változik. Többnyire a helyi egyedi védettségű ingatlanok szerepelnek a támogatási igények között, de minden szelete a tortának fokozatosan növekszik. Történetesen ezen a képen azt látjuk, hogy egy év alatt igazából minden szelet a duplájára nőtt. Arányaiban nem változnak ezek az igények, de maga a számosságában, az országos lefedettségében egyre nagyobb igényről beszélhetünk. Érdekes diagram még, hogyha megnézzük, hogy a megyéket tekintve milyen eloszlású épületekről beszélünk. Azt gondolom, hogy itt nagy meglepetés nem érhet senkit, hiszen a Balatonfelvidék, Veszprém megye kiemelten szerepel ebben a diagramban, mint ahogy a Balatontól délre is, délnyugat és Dél-Dunántúl is, Tolna, Somogy és Baranya megye is rendkívüli sűrűséggel mutatja ezeket a helyszíneket, hogyha egy képzeletbeli térképen jelenítenénk meg azokat a településeket, ahol épületeket már megmentettünk, vagy folyamatban van ez a munka. Örülünk neki, hogy Kelet-Magyarországon is, különösen Borsod megyében és Bács-Kiskun megyében jelentős számú és növekvő számú igényt regisztrálhattunk. Végül engedjék meg, hogy bár ez az év, ez egy különleges és sok tekintetben korlátozó jellegű volt, nehéz volt tovább lépni, nehéz volt kilépni az előző évek keretéből,
mégis egy-két területen sikerült. Sikerült még az év elején tető alá hozni a népi építészeti konferenciát, amely nagy mértékben abból a gondolatból született, hogy folyamatosan az igénylőket, az érdeklődőket, a nagy közönséget és a később bekapcsolódni vágyókat, valamint természetesen a szakmát tájékoztassuk a program eredményéről. Aki ezen részt tudott venni, vagy akinek a kezébe kerül majd ennek a konferenciának a kötete, tanulmánykötete, látni fogja, hogy már ez az első év, ez az első alkalom milyen gazdag kínálattal állt az érdeklődők elé. Ezen a konferencián került sor a Varga László népi építészeti díj átadására, életműdíj és ifjúsági díj formájában. Szeretnék gratulálni a díjazottaknak, és szeretném biztatni a szakmai közönséget, valamint a támogató közönséget is, hogy tegyenek javaslatot a következő évekre, hogy kikapja ezt a, azt gondolom, hogy nagyon nagy presztízsű, és reméljük, hogy egyre népszerűbb és egyre inkább ismert díjazást. Nagyon fontos, hogy elmozdultunk a fiataloknak a bevonásában. Ahhoz, hogy ez az igényesség, ez a hagyománytisztelet, ez valóban tovább éljen, mindig oda kell figyelni, hogy legyen utánpótlás. A szellemiségében, a tevékenységben, a terepismeretben legyen mindig újabb és újabb nemzedék, aki átveszi a tapasztaltaktól a lángot. Ezért nagy öröm, hogy a Nagyapám háza programot a Népi Építészeti Program keretében támogathatjuk, a Magyar Építőművészek Szövetségének a fiatalok felé indított programja ez. Középiskolások, egyetemisták kifejezetten gyakorlati képzésen, tapasztalatszerzésen, egyes hagyományos kézműves szakmunkáknak az elsajátításán vehetnek részt, és ezt a program idéntől anyagilag is támogatja. És egy következő láb, amire valójában idén nem került sor, de szerettük volna kilépni a határokon is, kilépni a politikai országhatárokon túl azokra a magyar területekre, ahol a Kárpát-medencében igény mutatkozik egy szakmai együttműködésre. Nem titkoltan várnak minket. Erdélyből kaptunk már az elmúlt évben megkeresést, hogy alakítsunk ki talán konferencia, talán továbbképzés, talán gyakorlati együttműködés formájában egy szorosabb szakmai, interdisziplináris bizonyos szempontból közeget, ahol a falugondnokok, a hagyományos építészettel foglalkozó szakemberek, esetleg polgármesterek, esetleg háztulajdonosok tapasztalatot cserélhetnek. Reméljük, hogy a következő évben, következő években majd az egészségügyi helyzet nem fogja ennek a megvalósítását meggátolni. Én röviden ennyit szerettem volna elmondani. Nagyon köszönöm mindenkinek az érdeklődését, és bízom benne, hogy ha ez ilyen távmunkában sikerült is megvalósítani, maga ez a hagyomány és maga ez az elkötelezettség a terepen, a falvakban, a településeken, az egyes tájegységekben töretlenül folytatódni fog. Köszönöm szépen a figyelmüket! És az általános ismertetés meg a program bemutatása után szerettük volna, vagy szeretnénk bemutatni a lebonyolításnak a tapasztalatait. Köszönjük, hogy elfogadta felkérésünket Diószegi László, aki a Teleki László Alapítvány igazgatója, és előadásában a Népi Építészeti Program lebonyolításának tapasztalatairól fogunk hallani. Tisztelettel köszöntöm a Népi Építészeti Konferenciát, köszönöm szépen a meghívást. A feladatom az, hogy bemutassam a Teleki László Alapítvány tevékenységét a Népi Építészeti Program lebonyolításában. Ez kicsit több mint egy évet jelent, de egy nagyon gazdag évet tudtunk lezárni, és azt gondolom, hogy elég sok eredményt tudtunk felmutatni. 2018 őszén kaptam egy értesítést a miniszterelnökséget vezető miniszter kabinett főnökétől, hogy beszélni szeretne velem,
Ilyenkor az ember mindig összeszedi a gondolatait, hogy hol mulasztott. Én is végignéztem, hogy a Teleki László Alapítvány által lebonyolított kormányzati programokban hogyan is állunk, és ugyan nem találtam elmaradást és hibát, némi szorongással mentem el erre a találkozóra, de hát ez hamar elmúlt, mert a hibák helyett, vagy esetleges problémák helyett röviden föltették a kérdést, hogy vállalná a Teleki László Alapítvány a népi építészeti program lebonyolításának adminisztratív és szakmai feladatait. A program ugyan eléggé ismeretlen volt számomra, de a népművészeti területhez való sokszoros kötődésem miatt nagyon szimpatikusnak tűnt, és egyébként is a Teleki László Alapítványnak az alapelve az, hogy megbízást és felkérést vissza nem adunk, úgyhogy beleugrottam ebbe a feladatba is, és utólag azt mondhatom, hogy nem bántam meg, hiszen egy nagyon értékes és nagyon izgalmas programnak a lebonyolításának a szép feladatát, szép és nehéz feladatát kaptuk meg. Rögtön elkezdtük az előkészületeket, aminek a keretében létrehoztunk egy irodát, egy népi építészeti programirodát, illetve a miniszterelnökséget vezető miniszter Gulyás Gergely felkérte a bíráló bizottságot. A bíráló bizottság elnöke, dr. Földvári Gábor, miniszterelnökség örökségvédelmi ügyekért felelős miniszteri biztosa, tagjai kiváló a népi építészeti területet jól ismerő szakemberek, dr. Berecki Ibolya, Magyarországi Tájházak Szövetségének elnöke, Dobosini Antal Anna, nem mondom el a titulusokat, hiszen látható a bejátszott szlájdon, tehát Dobosini Antal Anna, dr. Istvánfi Gyula, dr. Krizsán András, dr. Nagy Gergely és dr. Vukoszávljev Zorán. A bíráló bizottság két tagja, Dobosini Antal Anna és Vukoszávljev Zorán a népi építészeti irodának a tagjai, illetve vezetői is egyben. A második nagyon fontos lépésünk az volt, hogy fölállítottuk az online hátterét ennek a programnak, hiszen korábban, ugye köztudott, hogy 2017 és 2018-ban is működött a népi építészeti program, korábban papír alapon bonyolították a pályáztatást, bonyolították le a pályáztatást, és úgy gondoltam, hogy ez meglehetősen sok humán erőforrást igényel, és hát egy nagy levegővétel után nekiláttunk a online infrastruktúra létrehozásához. A fejlesztés, amely tulajdonképpen még most is folyik, tehát bizonyos követéseket biztosítunk, és a fejlesztőkkel konzultálunk. A következő fő lépésekből áll. Maga a regisztráció az mindenki számára kötelező, csak egy regisztrálás után lehet belépni a felületre, ahol lehetőség nyílik a kérelem kitöltésére. A kérelem kitöltésének a része a különböző személyes és adminisztratív adatokat követően a pályázatnak vagy kérelemnek a szakmai adatai, a különböző dokumentációknak, meglévő dokumentációknak a feltöltése, fotóanyag feltöltése, a pénzügyi táblázatok kitöltése, minden olyan anyag, ami szükséges ahhoz, hogy a bíráló bizottság megalapozott és jó szakmai döntést tudjon hozni. Értelemszerűen a bíráló bizottság is az online felületen vizsgálja meg a pályázatokat, majd ennek a ismeretében hozza meg a döntését. Ez is a döntés, vagy a döntéssel kapcsolatos különböző feltételek, vagy kiegészítő információk fölkerülnek az online felületre. A döntést követően megtörténik a szerződéskötés, és elkezdődik a
megvalósítás. A megvalósítással kapcsolatosan egy nagyon fontos változás, hogy létrehoztunk egy mentori hálózatot. Tulajdonképpen a lebonyolításnak a mikéntje az a Teleki László Alapítvány által már 2015 óta lebonyolított Rómer Flóris tervnek a tapasztalatai alapján valósult meg, és a Rómer Flóris tervben is folyamatközi tanácsadással, segítséggel és részben ellenőrzéssel kísérjük figyelemmel a megvalósítást, és ezt alkalmazzuk itt is. Ennek az a lényege, hogy az országot 5 mentori területre, régióra hoztuk fel, és mindegyiknek a minden területen egy a népi építészetet jól ismerő szakember kíséri figyelemmel az összes beruházást, az összes építkezést. Ezzel megpróbáljuk elérni azt, hogy szakmai tekintetben magas színvonalú legyen a megvalósítás, illetve, hogyha valaki hibás irányba indul el, akkor ne a végén derüljön ki az, hogy bizony bontani kell, és ugye ebből óriási viták lehetnek, hogy akkor a pénzügyi felelősségét ennek kiviseli, hanem már közben föl tudjuk hívni a figyelmet arra, hogyha valami szakmai tekintetben nem megfelelő. Természetesen visszatérve az online felületre, ezeknek a mentori bejárásoknak a dokumentációja is elérhető a felületen. Így ugyanígy az ütemközi és végelszámolások is a online felületen történnek meg, és ugyanígy a könyvvizsgálat is. A online felületnek az előnyei vitathatatlanok, és hogyha hozzáteszem, hogy mindez a jövő számára is egy értékes dokumentációt, archívumot jelent, akkor azt hiszem, hogy ez mindenképpen indokolt volt ennek a létrehozása és a ebbe fektetett anyagi erőknek a megtétele. Nagyon nagy hangsúlyt kívántunk fektetni a program kommunikációjára. Azt gondolom, hogy amit a széles nagyközönség nem ismer, az számára nem létezik. Ezért úgy gondoltuk, hogy mindenképpen meg kell szervezni azt, hogy minél szélesebb körben ismerjék meg a programot, annak érdekében is, hogy minél több kérelem érkezhessen be, de nem csak ezért, hanem azért is, mert a népi építészetnek az általános értékeit mindenképpen széles körben ismertetni kell ahhoz, hogy az adófizetők pénzéből megvalósuló programot senki se gondolja fölöslegesnek, hanem öröm töltse el akkor, amikor látja, hogy milyen gazdag és szép népi építészeti emléktár létezik Magyarországon, és ez folyamatosan megújul. Miből áll a programnak a kommunikációja? Egyrészt létrehoztuk a népi építészeti program önálló honlapját, ahol folyamatosan kommunikáljuk a programnak az eredményeit, illetve az azzal kapcsolatos tudnivalókat. Ugyanígy Facebook oldalt is létrehoztunk. A Facebook oldalnak jelen pillanatban már több mint 1500 követője van, és természetesen ez a szám reményeink szerint növekedni is fog. Sajtóközleményeket bocsájtunk ki minden lényeges eseményről, így természetesen a népi építészeti program pályázati felhívásairól elsősorban. Örömmel jelenthetem, hogy ennek megvan az eredménye, hiszen mind a nyomtatott, mind az online sajtóba ezeket közzéteszik, és a felhívások során elég gyakori a televíziós és rádiós meghívás is. A kommunikációhoz tartozik az is, hogy 2019. novemberében megszerveztük a népi építészeti program konferenciáját, ahol átadásra került többek között az alapítvány által létrehozott Varga László népi építészeti szakmai díj is.
A program eredményeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, fotókat készítünk, tehát fotódokumentáció készül, illetve filmeket is készítettünk, rövid filmeket, amelyek részben a dokumentációnak a dolgát szolgálják, részben pedig, és reményeink szerint vetítésre is kerülnek, tehát közzétételre kerülnek a különböző regionális és országos fórumokon, televíziókban. Távolabbi terveink között szerepel kiadvány megjelentetése, illetve egy vándorkiállítás létrehozása is. És akkor nézzük, hogy hogyan is állunk a népi építészeti program 2019, illetve 2020 évi felhívásaival. Az első felhívást azt már 2019 nyarán közé tettük, és nem volt az érdeklődés rossz, tehát azt gondolom, hogy a beérkezett majd 2 milliárd forint értékű igény és a közel 200 pályázat kérelem, az már ekkor is azt mutatta, hogy a programmal kapcsolatos érdeklődés az folyamatos és intenzív. Azt is el lehet mondani, hogy a befogadott pályázatoknak a száma az 164 volt, 82% nem mondható rossznak. Ugyanakkor a támogatásra érdemes kérelmeknek a száma az alig haladta meg a felét a benyújtott kérelmeknek, és az összegszerűség esetében pedig mindössze 35%-ról beszélhetünk. Ez rámutatott arra a problémára, amelyet az elmúlt évben megpróbáltunk orvosolni, nevezetesen, hogy a beérkező kérelmek szakmai színvonala eléggé alacsony, nem felel meg azoknak az elvárásoknak, amelyeket a népi építészeti program szakemberei, szakértői támasztanak, és ami miatt ugye a kormány ezt a programot támogatja. Nagyon sok esetben elnagyolt, nem megfelelő dokumentáció érkezett be, sok esetben a népi építészeti jellegét már elvesztett épülethez kértek támogatást. Összességében azt láttuk, hogy nagyon sokan csak a pénzszerzési lehetőséget látták a programban, nem pedig a programnak az alapvető célját, az értékmentést. Éppen ezért a második felhívás kifejezetten a dokumentációknak, a különböző előkészítési anyagoknak a támogatását szolgálta, és mint később kiderült, ez egy helyes döntés volt, mert a beérkezett 150 pályázatnak a túlnyomó részét, 86%-át, 107-et lehetett támogatni, és ez a 107 pályázat aztán később a újabb kivitelezési pályázatnál sikeresen tudott támogatást igényelni. A harmadik felhívásunk egy speciális területet célzott meg, ez pedig a tájházaknak a felújítását és hát gondozását szolgálta. A tájházak közül is a világörökségi várományosi listán szereplő tájházakat szíroztuk meg. A mentori hálózat ezek mindegyikét bejárta, fölhívta a pályázóknak, illetve a potenciális pályázóknak a figyelmét arra a lehetőségre, hogy a helyreállításra támogatást lehet igényelni, és ennek eredményeként a harmadik felhívásunkra, tehát a tájházas felhívásra összesen 65 kérelem érkezett, és ennek 88%-át, 57-et tudott támogatni a bíráló bizottság. Azt is el kell, hogy mondjam, hogy a tájházas felhívás esetében magasabb számra számítottunk. Tehát a mintegy 200 világörökségi várományosi listán lévő tájházból mindössze 65 mozdult meg. Ennek az okát próbáljuk kideríteni, de hát az nagyon kézenfekvő, hogy ez a felhívás már a
a koronavírus járvány idején történt, amikor az önkormányzatoknak hát elég nehéz feladatokat kellett megoldaniuk, illetve a pénzügyi helyzetük is rosszabbra fordult, úgyhogy valószínűsíthető, hogy emiatt nem akartak újabb frontot nyitni, és reméljük, hiszen a tájházas felhívásunk is folytatódni fog a jövőben, hogy a 2020-as évi tájházas felhívás az újabb értékes épületek megmentését fogja eredményezni. És végül akkor a negyedik felhívásról is hagy szóljak néhány szót, ami tendenciában nyilvánvalóan megmutatta az, hogy helyes úton járunk, hiszen az első felhívás 199 kérelméhez képest ennek a duplája, több mint duplája 403 kérelem érkezett be. Egyelőre csak a befogadásról tudok beszélni, hiszen folyamatban van a feldolgozása, a hiánypótoltatása a pályázatoknak, és ezt követően lesz ugye a bírálóbizottsági döntés, tehát azt nem tudom megmondani, hogy a bírálóbizottság a befogadott, mintegy 3 milliárd forintos igényből mennyit tud támogatni, de a tendenciájában nyilvánvaló, hogy jóval meghaladja ez az érték az első 2019-es felhívásunknak az eredményét. Így összességében azt tudom mondani, hogy ez a négy felhívás és ennek a erre beérkezett igény alapján megállapítható, hogy ugyan még mindig viszonylag sok a nem kellően előkészített, szakmailag nem megalapozott pályázatnak a száma, de örvendetesen emelkedik azoknak az igényeknek a száma, amelyeket örömmel elégít ki a bíráló bizottság, hiszen ez mind-mind a Magyarországi Népi Építészeti Programnak a eredményeit bizonyítja, és a Magyarországi Népi Építészetnek a megmentéséhez járul hozzá. Nem titok az, hogy a program jó lehet ma még csak a jelenlegi Magyarország területére korlátozódik. Stratégiában szerepel a teljes Kárpát-medence magyar lakta területeinek a népi építészeti értékeinek a feltárása, gondozása. Ennek érdekében egy kitűnő erdélyi kollégával, Furu Árpáddal, az erdélyi népi építészet szakértőjével készítettünk egy tanulmányt, amelynek a célja a erdélyi népi építészet felmérésén és az állapotának a felmérésén kívül az, hogy megkeressük, megtaláljuk annak a módját, hogy hogyan lehet a népi építészeti programot a határon túli területekre is kiterjeszteni. Ennek a tanulmánynak az eredményeit és a javasolt megoldási javaslatokat, azokat a kormányzati döntéshozók elé fogjuk tárni, azzal a javaslattal, hogy a közeljövőben a népi építészeti program nyúljon át a határokon, és próbáljuk meg a határon túli magyar lakta területek népi építészeti értékeit is megmenteni. És befejezésül jól lehet a 2019 évi támogatás adminisztratív nehézségek miatt csak 2019 végén, decemberében érkezett meg az alapítványhoz, így a szerződéskötések elhúzódtak, de már be tudok számolni néhány olyan eredményről, amelyről fotót is tudunk bemutatni. Ilyen egy jósvafői épület, látható, hogy egy romból egy mutatós, értékes épületet sikerült varázsolni. Egy balaton-akali pincét, présházat mutatok. Szép, értékes, restaurált ajtóval. Egy szigligeti, áttetős házat. Ilyen volt, bal oldalon látjuk, ilyen lett. És végül egy drónfelvétel a Balaton-Akali épületről a szép szőlőültetvényes háttérrel. Köszönöm szépen a figyelmüket!
minden program ahhoz, hogy fölnőjön, valahol meg kellett, hogy szülessen, és a születés követő időszakban, az első két évben ennek a programnak a Lechner Lajos Tudásközpont volt a gazdája. Ezért kértük föl Korzenszky Tamást, hogy a népi építészeti program első évének eredményeiről tartson előadást. A kulturális örökségvédelmi igazgatója az intézménynek, és így a legjobb rálátása van ennek a programnak a felneveléséről és az első éveinek eredményeiről. Erről tartja meg az előadását. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit és hallgatóságát. A Népi Építészeti Program első éveinek pályázatait 2017-ben és 2018-ban a miniszterelnökség építészeti, építésügyi, kulturális örökségvédelmi, valamint ingatlan nyilvántartási és térinformatikai szakmai háttérintézménye, a Lechner Tudásközpont bonyolította le. A Társaság Kulturális Örökségvédelmi Igazgatósága ennek értelmében végzi a nemzet kulturális örökségének védelmével kapcsolatban hozott kormányzati intézkedések, illetve a kapcsolódó nyilvántartási hatósági tevékenységek szakmai szakértői előkészítését, valamint az építészeti örökség megőrzésével, fejlesztésével kapcsolatos központi költségvetési támogatások lebonyolítói feladatait. A védett népi építészeti örökségünk megőrzése és fenntartása érdekében Magyarország kormánya kormányhatározattal hozta létre a népi építészeti programot. Pályázni lehetett többek között a veszélyelhárítástól, az állagmegóvástól, a részleges felújításokon át, a teljes műemléki helyreállításig terjedő műszaki építészeti munkálatokra. Maga a népi építészet kutatás története a 19. század elejéig nyúlik vissza, de intenzívebb kutatások a századfordulón bontakoztak ki. Maga a népi építészet fogalma Barabás Jenő és Kijén Nándor kutatóknak a értekezéseit tudom önök figyelmébe ajánlani. A néprajzi kutatások megközelítésében az élelmiszer termelő parasság és parasztársadalmat kiszolgáló kézművesek építészete, vagyis a falun a mezővárosokban élő közrendűek mindennapi életét, termelő munkáját, fogyasztását, vallási és közösségi életét szolgáló építmények összessége. A támogatásra jogosult vidéki, falusias környezetben álló népépítészeti emlékek típusai, a lakó- és gazdasági épületek, közösségi építmények, mint az iskola, bolt, kocsma, fogadók, az ipari és kézművesipari létesítmények, víz és szélmalom, gazdasági építmények, tanya, présház, borházak, szakrális emlékek, falusi kis templomok, káváriák, kápolnák jelentik. A kiírásban szereplő meghatározás szerint a védelem alatt álló épített örökségi elem a központi közhiteles műemléki hatósági nyilvántartásban egyedi műemlékként vagy nyilvántartott műemléki értékként szereplő örökségi elem, vagy helyi önkormányzati rendeletben jogerősen megállapított helyi védelem alatt álló építészeti emlék. Ennek értelmében nem csak az országos védelem alatt álló, hanem a műemlékállomány megújító forrását jelentő helyi védett épületek is támogatott körbe tartoznak. A programra benyújtott pályázatokat a miniszterelnökséget vezető miniszter által felkért szakmai grémium bíráló bizottság választotta ki. A támogatási igénydokumentáció tartalma a szakmai program, amely tartalmazza az érintett objektumok építéstörténeti leírását, a műemléki értékek bemutatását, állapotleírását, a tervezett beavatkozásokat, feladatok, beszerzések, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a kiírásban megjelölt pályázati céllal, tehát a lebonyolítás részletezését kellett bemutatni. A pályázatban természetesen mellékelni kellett egy fotodokumentációt a jelen állapotról a beavatkozás szükségességének alátámasztásaként. A kérelem benyújtásakor a hatályos jogszabályok szerint szükséges hatósági építési restaurálási engedélyezési tervdokumentációt, valamint hatósági engedélyt kellett mellékelni. És természetesen a pályázatnak tartalmazni kellett egy részletes költségvetés, amely ugye a tartalmazta támogatandó tevékenység összes költségét. Támogatható beavatkozások
támogatható tevékenységek a nyílászárók felújítására, a tetőszerkezet, a héjazat cseréjére, a burkolat, homlokzati vakolatok, belső falfelületek javítására, szigetelésére irányultak, valamint lehetőség volt az energetika, az elektromos hálózatok cseréjére, megújítására. És támogatható, elszámolható költségek voltak az anyagköltség, építőipari kivitelezési, restaurálási, tervezési költségek, a műszaki ellenőrdíjazása, tervezői művezetés, tervezési költségek, jogi és közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás költsége és egyéb szakértői költségek. A 2017. év második felében meghirdetésre kerülő program mintaprojektként szolgált 300 millió forint keretösszeggel. A felhívásra 69 támogatási kérelmet nyújtottak be, majdnem 570 millió forint, azaz a rendelkezésre álló keretösszeg közel kétszeresét kitevő támogatási igénnyel. A 69 kérelmező közül 24 magánszemély, 35 önkormányzat, 9 gazdasági társaság, 1 oktatási intézmény volt. A kérelmek közül 21 vonatkozott műemlékre, 27 helyi védelem alatt álló épületre. A lebonyolító szakmai bírálat nélkül formai hiányosságok miatt 19 kérelmet elutasított, a szakmai programok bírálatát végző testület javaslatára támaszkodva további 6 kérelmet nem támogatott. A 2017. évben 44 támogatott tevékenység, beruházás eredményesen lezárult. A 2018. évi támogatási keretösszeg jelentősen megemelkedett, 1,5 milliárd forintot jelent ez. A felhívásra 408 kérelmet nyújtottak be, összesen 4 milliárd forint, azaz a rendelkezésre álló keretösszeg több mint kétszeresét kitevő támogatási igény. A 408 kérelmező közül 304 magánszemély, 74 önkormányzat, 15 gazdasági társaság, 7 egyházjogi személy, 3 oktatási intézmény, 5 egyéb szervezet volt. A kérelmek közül 93 vonatkozott műemlékre és 289 helyi védett épületre. A bírálatot végző testület javaslatára lebonyolító a kiírásnak való meg nem feleltetés miatt 91 kérelmet elutasított, további 75 kérelmet a szakmai program alapján nem támogatott. És kérem, engedjék meg, hogy szeretettel figyelmükbe ajánljam a Lechner Tudás Központ Kulturális Örökségvédelmi Igazgatóság gondozásában megjelent Megújuló Vidéki Örökség című kiadványt, amely a 2017. évi eredményesen lezárult beruházásokat mutatja be. A 2018-as pályázatok mintegy háromnegyede lezárult, a beszámolók szakértői, pénzügyi, jogi vizsgálata folyamatban van. Egyes pályázatok szerződéshosszabbítással értek, melynek okai többek között az építőipar leterheltsége, vagy az idén jellegű munkák, mesteremberek hiánya, vagy az évelején jelentkező koronavírus járvány okozta gazdasági nehézségek. A következőkben egy-egy jó gyakorlatot szeretnék bemutatni önöknek az elkészült felújítások alapján. A Velencei Bencehegyen áll az úgynevezett Vörös Marti pince, amely a 19. század elején épült. A Velencei Tóra panorámával rendelkező telek Vörös Marti Mihály gyermekéveinek és utolsó esztendőjének fontos helyszíne volt. Szájhagyomány szerint a Vén cigány című versét is itt írta. A telken két épület áll, mint ahogy látják. A félig földbe vált, szabadon álló, nádazott nyeregtetővel épült pincepésház, déli homlokzatán hatalmas bejárati ajtó és két zsalugáteres ablak található, előtte terasz. Hátsó romfala téglából rakott, kétszeresen törtívű. Az épületből délkeletre kisebb melléképület áll, amely ugyancsak félig földbe vált, kontyolt nyeregtetős, nádfedeles. Mindkét épület vegyes falazatú, alattuk több ágból álló kőboltozatos pincerendszer fut. A program felújítása során az épületek meszelését, a nyílászárók festésének felújítását, a terasz felfagyott kövezetének cseréjét, valamint a nádtető felújítását valósították meg. Ezen kívül az épület medvességének megszüntetésére és az elektromos hálózat felújítására is sor került.
A vizsgálathoz rendelkezésünkre áll a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett örökségvédelmi nyilvántartás. Az adatbázisban megtalálhatjuk a vizsgált objektum műemléki besorolását, nevét, címét, törzsszámát, a bírság kategóriáját, az építmény fajtáját. Lehetőségünk van különböző szakanyagokat megtalálni, valamint megtalálhatunk egy térképes lehatárolást. A következő jó gyakorlat a Dörgicsei Kisleshegyen található Présház pince műemlék, amely 1876-ban épült. A nyeregtetős nádfedeles épület szoba, préstér, pince alaprajzú, oldalához külön bejáratú istálló csatlakozik. A lejtős terepen álló szőlőhegyi építmény dongaboltozatos pince része a talajba fut. A népi építészeti program keretében a Présház pince teljes helyreállítását és korszerűsítését valósították meg, amit építéstörténeti kutatás, részletes helyreállítási tervek készítése és az örökségvédelmi hatóság engedélye előzte meg. A menthetetlenül károsodott tetőszerkezeti elemeket kicserélték, és a tető új nádfedést kapott. A külső és belső nyílászárókat felújították, restaurálták, a falakat újra meszelték. Az egykori külsejét visszanyerő és értékes építészeti elemeit továbbőrző építményt modernizálták is, konyhát és vizes blokkot alakítottak ki benne. Összegzésként, kitekintésként talán olyan jellegzetes népi lakóház típusokat kell megmutatnunk, amelyek az adott tájegységen belül nagyobb számban fennmaradtak, vagy amelyek közül többet folyamatosan laknak, illetve amelyek az új építkezések vagy a jelentős átalakítások esetén is mintául szolgálhatnak az egységes településkép kialakításához. Magyarországon egységes faluképp elsősorban az olyan típustervezős építkezések nyomán jöttek létre, amikor egyszerre egyféle minta alapján kellett felépíteni egy utcát vagy falurészt. Ilyenek egyrészt a katasztrófák adta helyzetek, mint a beregi árvíz vagy a Vörösiszap katasztrófa utáni Kolontár, Devecser visszaállítása, új népességbetelepülés, azon belül is a szociális lakóház építés, oncsa, fax vagy ohészházak következtében. Egységes faluképet manapság csak elvétve találunk, így hosszú távon azokat az eredményeket kell megjelenítenünk, amelyek a népi építészet formavilágát egy adott település és táj építő hagyományát tükrözi, számarányukban és esztétikai megjelenésükben máig meghatározóak a faluképben. Javaslatom, hogy a program hosszú távon fókuszálhatna a magyarországi hátrányos helyzetű kistérségekre, valamint kiterjeszthető lehet a határon túli területekre is. Üdvözölendő a 2019-2020 évi lebonyolítást magára vállaló Teleki László Alapítvány kétlépcsős pályázati rendszere, miszerint a népi építészeti értékek megújítását támogató szakmai előkészítés és épületfelújításra van kétlépcsőben lehetőség. Továbbá nagy segítséget jelent a folyamatos helyszíni segítségnyújtás a mentori szervezet részéről. Feladatunk az eredmények kommunikálása és társadalmasítása. A Lechner Tudásközpont Kulturális Örökségvédelmi Igazgatósága a 17-es eredmények közlése után idén év karácsonyára megjelenteti a 2018-as eredmények következő kiadványát. Ezúton köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen mindhárom előadónknak az előadását, és úgy érzem, hogy valóban egy kerek képet kaptunk arról a lehetőségről, amivel környezetünkben lévő értékeink megújulhatnak. Reméljük, hogy ez is hozzásegít ahhoz, ez a bemutatás, vagy ez a program, hogy minél többen fognak nyitott szemmel járni, és élnek azzal a lehetőséggel, amivel nem csak anyagi támogatással, hanem szakmai támogatással minél színvonalasabban tudnak megújulni környezetünkben lévő értékeink. És egy kicsit le is zárult ez a délelőtti program, de megkérdezném
a Népi Építészeti Bizottság elnöke ezt figyelte a különböző csatornákon beérkezett reakciókat, hogy érkezett-e hozzászólás a programunkhoz. Antal Annának adom ezt a szót. Kedves kollégák, köszönjük mindazoknak, akik csatlakoztak az online felülethez, illetve különböző csatornákon elküldték hozzánk megerősítő üzeneteiket, bejelentkeztek egyéb technika segítségével, biztosítottak arról, hogy ők is támogatják azon a helyszínen, ahol éppen hozzájutnak ehhez az online adáshoz. Amit kiemelnék, az elsők között volt dr. Hán Zséba reakciója. Ő az, aki a Múltját Őrző Ház 2020-as elismerésben részesült. Olvasom sorait. Köszönöm, sokat jelent számomra ez a megerősítés, mert a munka során bizony sokszor nagyon elbizonytalanodtam. Ebben a gondolatban azt látom, hogy egy díjazott, aki elismerésben részesül, az rögtön végig tekint azon a bizony rendkívül nehéz folyamaton, ami egy régi 150 éves épületnek a felújítása. Nagyon sokszor van ez az elbizonytalanodás, ez a elhagyatottság, hiszen nem csak a mostani kialakult válsághelyzet nehezíti ezeknek az épületeknek a felújítását, hanem a mesterségbeli tudás, az anyaghasználatok kevésbé ismerete, az megnehezíti a megfelelő szakembereknek a megtalálását. Tehát rendkívül fontos az, hogy ezeknek a tulajdonosoknak megfogjuk a kezét és elvezessük addig, hogy valóban szép eredmények születhessenek. Itt is ez történt. Én most ugyan nem ilyen tisztemben vagyok itt, de talán nem árulok el titkot, hogy a Teleki László Alapítványnál ezt a helyszínt mentoráltam. Tudom, hogy nap mint nap milyen kérdések merülnek föl, milyen azonnali döntésekre van szükség, ami a mentori kapcsolat nélkül nem vihetné arra az útra a felújításokat, amit mindannyian szeretnénk. Nagyon köszönöm a mentoraimnak, hogy ők is a saját területeken mindent megtesznek azért, hogy a díjazotthoz hasonló rendkívül szép eredményekkel büszkélkedhessünk, és ezek a személyes kapcsolatok, ezek nagyon fontosak. Nagyon fontosak azok, hogy az információ eljusson a támogatott felé, és az eredményre mindannyian büszkék lehessünk. És dr. Hán Zséba egy másik üzenetet is írt, ezzel fejezném be a kommenteket, hogy most a régi emberek jutnak eszembe, akik mindezt a gyönyörűséget létrehozták. Hát miattuk is nagy felelősség egy ilyen helyreállítás. Azt gondolom, ez egy szép végső gondolat. Köszönöm szépen, és valóban ez a délelőtti programnak egy gyönyörű lezárása volt. Nézőinknek is szeretném megköszönni, hogy együtt voltak velünk, és végig gondolták azokat a gondolatokat, amiket sugallani szerettünk volna a délelőtti programból. Délután 2 órakor folytatjuk a konferenciát, a melléképületekről nem mellékesen címmel, 8 előadást hallgathatnak meg az érdeklődők. Köszönöm szépen a délelőtti figyelmet, és viszontlátásra délután 2 órakor.